Kemény szerelés Bognártól, 2-1 ellen, Tatai, még mindig Tatai gólhelyzet, és Bognár ugye a gól, Tatai volt a eszmei szerző, és a gólpaszt is Tatai adta, már megérte, hogy pályán van Tatai Joci, hiszen nagyszerűen megcsinálta 1-1-et, levette az ellenfelét, és utána önzetlenül a hosszú oldalra gurította a labdát, és az érkező Bognár közelről bepofozta a hálóba. Egy intés ki a családnak. 1-0, 6,5 percnyi játék után. Baron is szapontatlan. Nagy, az pontos. Ne adjátok lőni őket. Mondom, hogy ne adjátok, 1-1. Olyan tisztán tudott lőni Móra Viktor. Nem véletlenül mondtam, hogy érjen oda valaki, vagy próbálja meg. Spandler nem tehetett róla, hiszen nagy erejű lövés volt. 1-1. Letámadnak újra a veszprémiek, és labdát is szereznek. Gócsányi jön a hosszú oldal, és a lövés, és gól is! Gócsányi góljával 2-1. Érezni lehetett, amikor Gócsányi megindult itt a jobb oldalon, a hosszú oldalon. Jó ütemben kapta a labdát, és jó ütemben is lőtte el a hosszú sarokba. 2-1-es veszprémi vezetés. És lám-lám, bármennyire is gyengén szerepel az idei kiírásban Frank Tamás edző együttese, azért, ha nem is telt ház, mert az túlzás lenne, azért szépen megtelt a szemközti lelátó, és azért itt a közvetítő állvány alatt is jól néhányan szenvedik a mérkőzést, hogy Tatai keresztül kígyózik mindenkit, és egy zseniális volt ő Tatai. 3-1. Ahogy végig vitte, végig kígyózott a labdával, és utána az a szemtelen jobb külsővel való löbbölés, hát erre szerintem tombásra számított. Inkább sokkal arra, hogy na, akkor ezt most megrúgom, ha már itt vagyok, de nem. Tatai fineszes játékos, és egy fantasztikus mozdulattal emelt a sarokba. Labdavesztés, Kovosi, ott a lövés, és ott a gól. Ugye 3-2, nem véletlenül mondtam, hogy figyelni kell, Móra Viktor másodszor talált be. Ő egyenlített, és most ő szépített, és most megint lehet izgulni. Na, azt gondolom, hogy ezzel eldőlt azért. Nagyon elkapta Tatai Joci ezt a lövést is. Nyertünk, és nyilván a hazai győzelmek, a hazai kötelező jellegű győzelmek a legnehezebbek, de ettől függetlenül nem vagyok maradéktalan elégedett, mert szerintem az első fél időt átalaktuk nagyjából, és utána megint csak belelöktük magunkat egy olyan hangulatú mérkőzésbe, amikor eléggé idegesítő hibákat vétettünk, úgyhogy mindenféleképpen örülök a győzelemnek, de azért erről a mérkőzésről lesz mit beszélni. Igen, el kell ismerni, hogy jobban játszott a Veszprém nálunk, nyilván ez a gólokban is megmutatkozott. Fele más érzéseim vannak nekem is, hiszen alapvetően elmarasztalni a csapatot nem tudom. Azok a lehetőségekkel, amik voltak, jobban sáfárkodott az ellenfél. Nyilván nekik azért több lehetőség volt a gólszerzésre, mint nekünk, de ott egy-egynél volt kétszer is olyan szituáció, hogyha esetleg mi tudtunk volna ott gólt rúgni és vezetést szerzünk, elképzelte, hogy másképp alakul a mérkőzés. Látni kell azt, hogy nekünk az NB1 ritmusa, színvonala, azért körülbelül ott tartunk most, hogy az alapemberénk egy olyan 30 perc után egyrészt sokat kell játszani, másrészt pedig azért el is fáradnak, és utána már a döntésekben azért fent a hiba csúszik. A régi Tatai Józsefet láthattuk majdnem, egy hosszú betegség után vagy kihagyás után azért egy nagyon jó visszatérés volt. Igen, én is úgy érzem, viszont erőben nem éreztem magam olyan jól, két hétig nem is edzettem, tegnap volt az első edzésem, mondták, hogy azt beszéltük meg, hogy üljek le a kispadra, és hogyha be kell szállni, akkor be kell szállni. Hát ezt elejétől fogva játszottam, tehát nem volt probléma, hál' Istennek. Na, de az orvos azt mondta, hogy két hétig ne csinál semmit. De akkor nem is Tatai Józsi lenné, ha nem így lett volna. Igen. Voltam benne a tegnap a kontrollvizsgálaton, varratok még bennem vannak, de mondta, hogy nyugodtan sportolhatok.